vers a 21. században. Imre Flórát köszönhetem a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön mióta foglalkozik versek írásával? Hát... 50 éve? Na, talán annyi nem, mert 40. A mai fiatalok olvasnak még egyáltalán verseket? Azt gondolom, hogy igen, bár ez eléggé sok mindentől függ. Tehát, hogy különféle körök, különféle érdeklődési típusok vannak. És van, akit érdekel, sőt, vannak, akiket nagyon is. Hát aztán vannak itt meg mondjuk inkább a videójáték. Ön mit gondol egyébként a slam poetry-ről? Ugye mi adás előtt itt beszéltünk, hogy ugye ön ezt ismeri. Esetleg nem szeretne ön is elindulni egy ilyen megmérettetésen? Hát ez egy más műfaj. Ez egy más műfaj. Tehát tulajdonképpen én azt mondanám, hogy a slam az egy olyasféle műfaj, mint amilyen a dalszöveg. Mondjuk, hogy most ne is ilyen közelmúltat mondjak, hanem mondjuk a középkorban, amikor a lovagok váról vára jártak, és akkor ott az énekükkel szórakoztatták a közönséget. Hát az is ilyesmi volt. Abban hasonlított, gondolom én, vagy abban hasonlít a slam az ilyesmihez. Egyrészt egy rögtönzött műfaj, vagy legalábbis lényegében rögtönzött. Persze tudom, hogy azért erre elő szokták készülni, de azért mégis alapvetően a közönség előtt születik. A másik meg az, hogy egy ilyen nagyon erősen közönségorientált műfaj. Tehát, hogy az írott vers az olyan, hogy megírja a költő, az van, el lehet olvasni most, el lehet olvasni 100 év múlva, bármikor. A slam az mindig az adott szituációhoz szól. Ugye említette, hogy a dalok is ilyenek, hogy igaz, hogy rímben van, de azért nem egészen vers, és például a rap zene? Hát az is, az mondjuk talán én azt mondanám, hogy ennek a fajta megszólalásnak egy speciális hangneme. Tehát egy olyan hangnem, amelyik nagyon a poénra, a játékra, a könnyedségre, sokszor a hallgatók felháborodásának kipiszkálására játszik. Ugye említette, hogy elég régóta ír verseket. Ezek általában egy témáról szólnak, vagy éppen milyen életszakaszban van? Hát különféle dolgokról szólnak, de azért én alapvetően azt hiszem, hogy egy lényegében egy témáról írok. Szerelemről. Ez az, ami önből jön, vagy ez az, amit az emberek szeretnek? Hát nyilván én azért írok erről, mert hogy nekem fontos, de úgy tapasztaltam, hogy szeretik is. És milyen egy jó vers? Tehát milyennek kell lenni egy jó versnek? Hát, ha én ezt el tudnám mondani. Nem hiszem, hogy el tudom mondani. Nem, azt meg lehet mondani, hogyha olvasok egy verset, hogy jó vagy nem jó. Azt is meg lehet esetleg mondani, hogy az a kifejezés ott miért jó, vagy miért nem jó. Tehát ilyen részleteket meg tud az ember mondani, de hát általában az, hogy hát ez azért nem olyan, mint nem tudom, nem tudom, mondjuk egy program, aminek esetleg a hatékonyságán lehet mérni, hogy jó vagy nem. Azért akartam erre kiukadni, mert szerintem mindenkinek volt már az életében egy olyan pont, hogy na megpróbálok verset írni. Csak az ember nem tudja eldönteni, hogy ez most tényleg jó, vagy csak nekem tetszik, vagy jaj, hagyjuk az egészet. Tehát, hogy hol van az a kis kapu, ami eldönti, hogy ez most jó vagy rossz? Én azt gondolom, hogy lehet ehhez érteni, de hát ugyanúgy, mint ahogy mondjuk, mit tudom én, egy zeneszerző is, mondjuk, aki tanít a Zeneakadémián, meg tudja mondani a tanítványának, ugye ketten egymás közt, akik értünk hozzá, meg tudja mondani azt, hogy ezzel csinálj valamit, vagy az nem jó, vagy mit tudom én. Tehát lehet hozzáérteni, és lehet is róla beszélni, de hát ez ugyanúgy egy sajátos nyelv és egy sajátos szakma, mint bármi más. Ha jól tudom, akkor ön irodalmat is tanít. Igen. Másként tanít azáltal, hogy ön verseket ír? Hát egy kicsit valószínűleg, mert hogy
abban, amit én tanárként csinálok, nyilván benne van egy adag tapasztalat. Tehát, hogy ezeket a kicsi dolgokat, amiket én a gyakorlatból észreveszek, ezeket nem mindig, de olykor el lehet mondani a gyerekeknek, és az olykor érdekes is. Inspirálta már őket ez arra, hogy ők is nekiálljanak verset írni? Hát van olyan volt tanítványom, akiből komoly költő lett. Úgyhogy végül is lehet, de nem, azért igazából én nem hiszem, hogy az inspirálta volna. Tehát én azt gondolom, hogy anélkül is az lett volna, csak talán ez lehet, hogy nem tudom, hamarabb eszébe jutott talán. A mai magyar költészet mennyire tér el a régi klasszikusoktól, ha lehet ilyet mondani? Hát ez megint nagyon tág kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokfélét csinálunk. Tehát az, amit én csinálok, az nagyon más, mint amit esetleg más költő kollégáim csinálnak. Én egy elég hagyományos fajta költészetet csinálok, olyat, amelyik a dalon alapul, amelyik sok kötött formát használ. Van, aki szabad verset ír, én mondjuk szeretek erotikus verseket írni, van, aki mondjuk inkább politikával foglalkozik, szóval sok minden van. Meg tudja mondani egyébként, hogy körülbelül hány verse van? Hajaj! Nem tudom. Hát azt tudom megmondani, hogy 8 kötetem jelent meg eddig, ebből az utóbbi, tehát a legutóbbi, a 8. az olyan, amelyiknek van egy ilyen válogatott része is. Hát, hogy ez összesen mennyi? Nem tudom, 1000 körül. És ha jól tudom, el is hozta az egyik szerzeményét nekünk. Felolvasnál? Igen, természetesen. Pár szót mondanék hozzá, mert nem biztos, hogy különben teljesen érthető. A versnek a címe Sant'Andrea della Valle. Ez egy templom Rómában, amelyik több dologról nevezetes. Egyrészt arról, hogy egy gyönyörű épület, amelyiknek egy hihetetlen kupolája van. Másrészt arról is nevezetes, hogy itt játszódik a Puccini Toszkájának az első felvonása. Ez azért is lényeges, mert ugye a versemben van egy csomó olyan szövegtörmelék, amelyik a Toszka áriáiban levő szövegekre utal. A kupola, a monstrum kupola, ahogy pörget, felránt az égbe. Magához húz, mégsem enged oda, mindig csupán a közelébe. A mágnesesség pólusai közt, örökös mozgásban lebegve, a szemed és az ég konstans erők rögzítenek fénylő terekbe. Sugárnyaláb, testetlen dallamok, a rejtőzködő összecsengés, könnyű, világos, édes tenorod, édes, édes, a csók, a szem, kéz, és reménytelen, és hogy meghalok, és világítottak a csillagok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!